Idén második alkalommal végeztek haltelepítést a bátaszéki horgászok. A mostani alkalommal 5 mázsa méretes pontján lett gazdagabb a horgászvíz. Péter Géza, az egyesület elnöke azt mondja, ők kimaradtak az állami telepítési programból, hiszen az ő vízük nem számít állami horgászvíznek. Nekünk a saját költségvetésünkből kell ezeket a telepítéseket finanszírozni. Van egy 5 évre elfogadott hallgazdálkodási tervünk, amit ugye a kormányhivatal jóvá hagyott, és annak folyamodvaként minden évben a megfelelő telepítéseket, meg a bevételek figyelembe véve tesszük meg itt a tónál telepítéseket. A bányatavat az önkormányzat éveken át tartó munkáinak eredményeként tudta visszaszerezni egy cégtől, és adta kezelésbe a város legnagyobb taglétszámú civil szervezetének. Jelenleg 120 horgász használja napi szinten a tavat. A Horgász Egyesület célja, hogy a haltelepítési program előírásainak megfelelően tovább gazdagítsa saját horgászvizét.